Szeretettel köszöntöm Somogyi Miklós, a KSI kerékpár szakosztályának vezetőjét. Első kérdésem az lenne, hogy hol folynak az edzések napi szinten? Hát ez egy jó kérdés, mert gyakorlatilag ez az első kérdés mindig, amikor hozzánk fordulnak a szülők a gyerekekkel. Elsősorban mondhatni, hogy a Városliget környékén, forgalomtól elzárt körülmények között. Itt a stadion területén vannak útvonalaink, illetve itt lakunk a millenáris kerékpárpálya a töviben, ami bár nem a legjobb állapotú, de azért edzés lehetőséget ad. Minden mellett a BMX-el is foglalkozunk, most itt a környéken, mint látható, egy kisebb pálya kiépült, szóval helyben tudnak a gyerekek ügyességet tanulni. Mióta a BMX-et bevettük az oktatási körünkbe, azóta lejjebb ment a korhatár. Gyakorlatilag 8 éves kortól, ha megfelelő, mondok idézőjelben méretű a páciens, a gyermek, akkor BMX kerékpárral már tudunk neki foglalkozásokat nyújtani. Egyébként 12 éves kortól lehet kimenni a szabályok szerint is közútra, megfelelő technikai tudás után 12 éves kortól végezzük az országúti pályaedzéseket. Inkább a középkorú emberek sportja lett ez. Láthatjuk, hogy rengeteg tömegmozgalom van, ahol óriási létszámban állnak rajthoz, túrákon, versenyeken az emberek. A gyermekek viszont elmaradnak ezekről az eseményekről, és ez pontosan, hogy a kerékpár egy igazi kihívás. Más nem tudok mondani, aki egyszer beleesik, megszereti, az kerékpáros akar lenni. Azt a szabadságot, gyakorlatilag azt, hogy a szabadba az emberi erővel hajtott leghatékonyabb eszközön száguldani lehet, elfáradni lehet, csapatépítés, nagyon jó edzőtáborok, versenyek, nyári táborok vannak. Ez gyakorlatilag egy életformává kell, hogy váljon. Jelenleg egy olyan 25 aktív fiatalunk van, ez most sokkal kevesebb, mint szokott. Egyébként ilyen 50 fő a maximum, amivel dolgozni tudunk, mert ugye három edzővel vagyunk, azért egy ilyen kerékpáros csoportot kísérni az országutakon azért az nem egy egyszerű feladat, szóval 10-14 fős csoportoknál nagyobban nem tudunk dolgozni. Hát másokhoz nem viszonyítjuk, van ismeretünk más sportágakról, nálunk 8000 forint a tagdíj, de ebbe benne tartozik, tudunk kerékpárt biztosítani a kezdő sportolók számára, a személyes felszerelésen kívül ugye a szakmai munkát tudjuk adni, akkor terembérletet, kerékpárt tudunk biztosítani, műszaki hátteret, ha saját kerékpárról van szó, szóval elég széles körbe tudunk szolgáltatást nyújtani az ideérkezőknek. Igazság szerint a legalkalmasabb korosztály számunkra a 12-16 éves korosztályt várjuk sportolni, mert gyakorlatilag mi egy sportoló, kerékpáros gyártó gyár vagyunk. A mi tevékenységünk nem is közvetlen a saját eredményeinkkel függ össze, hanem ha megnézzük a magyar kerékpáros mezőnyt, hány kerékpáros van a különböző klubokban, a felnőtt versenyzők között, akik itt nevelkedtek, tőlünk kerülnek ki. Szóval gyakorlatilag itt a Budapest és ezen a középső, ország középső területein az egyetlenek vagyunk, akik, hogy úgymond egész kezdő szintről nevelünk versenyzőket. Ez megvan a szakmai tudásunk, a lehetőségeink, felszereléseink, minden.